Sziasztok! Attila vagyok Isten országából, és ma befejezzük az új tanítványok számára való sorozatot, ugye a hat alaptanításról. Tudjátok, ez a zsidókhoz írt levél hatodik részében van, és már végigvettük az első ötöt, ugye ami kezdődik a holt cselekedetekből való megtéréssel, ugye az Istenre rátámaszkodó hittel, a bemerítkezésekkel, a kezek rátételeivel, illetve az a feltámadással, oké? Ez volt az első öt rész, ezt majd nézzétek meg, hogyha még nem tettétek meg, oké? És ma pedig vesszük az örök ítéletet, oké? Tehát az örök ítélet. Mondhatjuk úgy is, hogy az ítélet örök, oké? Ez egy nagyon fontos része a tanításnak, hogy az ítélet az örök, oké? És ugye nagyon érdekes dolog ez, hogy az embereket nagyon bántja az, hogy lesz egy ítéletnap. Pedig meg van írva pont azt hiszem a zsidókhoz írt levélben van ez megírva, hogy elrendeltetett, hogy egyszer az emberek meghalnak, és aztán pedig ítélet következik. És ez nagyon fontos megérteni, hogy ítélet következik. Már a Biblia legelső lapjain ott van az, hogy ugye Isten megteremtette a világosságot, ugye legyen világosság, és a világosság elválasztotta, ugye Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől, igaz? És ez ma is így működik, hogy amikor itt Isten ítéletet tart, akkor el fogja választani a világosságot a sötétségtől, oké? A gonosz bűnös embereket azoktól, akik Istent választották. És igazából csak ez a két játék van, vagy a sötétségben, vagy a világosságban vagy. Jézus azt mondta, hogy két út létezik. Van egy széles út, és van egy keskeny út. És a széles út az a pusztulásba vezet, és sokan járnak rajta. Igaz? Sokan járnak rajta. És van egy keskeny kapu, és van egy összepréselt út szó szerint, tehát egy elég keskeny út, ami szinte összepréselve tud csak átmenni. Na és ez az, amit kevesen találnak meg, és ez visz az életre. Oké? Tehát ez a két játék létezik, vagy a sötétség, vagy a világosság, és Isten ezt szétválasztja, a kettőt. Na erről szól az ítéletnap. Maga a görög szó is, ez a krino, vagy kríma, ugye ebből ered a krízis szavunk amúgy, tehát ez az ítélet, ez azt jelenti, hogy szétválasztás. Örökre szétválasztó ítélet. És nagyon fontos megérteni, hogy az ítélet az örök. Oké? És a tartalma is, tehát a végrehajtása is örök lesz. Oké? Jézus ezt úgy fogalmazta meg, hogy jobb mondjuk csonkabunkán bemenni az Isten országába, tehát mit tudom én, levágod a kezedet, tehát nagyon kihangsúlyozza, hogyha mondjuk a jobb kezed visz bűnre, oké, akkor még az is jobb lenne, hogyha levágnál a kezedet, és úgy jutnál be az Isten országába, mint épp testtel a gyehenna tüzébe, és akkor ott kifejti, hogy ahol a tűzük nem alszik ki az embereknek, a férgük nem pusztul el, és a füstjük felszáll örökkön örökké. Oké? Tehát ez egy örök ítélet lesz. A gyehenna. A gyehenna az egy héber szó, és ez a Gehinnom, ami egy síralom völgy volt, ahova kidobták a hullákat, meg a bálványokat, minden vackot, és ott égették el Jeruzsálemen kívül. Ez ma is megvan, ez a Hinnom völgy. És Jézus ezt használta példának, hogy na, ilyen szemétégető lesz az ítélet napon azok számára, akik nem fogadták el a megváltást. És mondok egy példát, egy nagyon híres, ismert Biblia versből fogok most idézni, a János 3.16-ból, ami úgy szól, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ami itt nagyon érdekes, most csak ezt akarom kihangsúlyozni, hogy az elveszni szó, az azt jelenti, hogy valakit szemétnek, illetve kacatnak, használhatatlannak ítélnek. Oké? Okay? Tehát használhatatlanná tesznek, és használhatatlanná ítélnek. Oké? Okay? Tehát ezt jelenti az elveszni, hogy ha te nem tértél meg, akkor Isten azt fogja kimondani rád, hogy te egy használhatatlan vacak, semmire kellő vagy, úgyhogy doblak az örök tűzre. És Jézus még azt is mondta, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Tehát ezt látni kell, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás.
Továbbá a gazdag és a Lázár történetében azt mondta Jézus, hogy a gazdagnak még a lelkiismerete is megvolt, illetve vádolta is őt, és ott égett a tűzben, és mondta, hogy bárcsak legalább a többieknek szólhatnék, hogy azok ne jöjjenek ide. Mert tehát úgymond tudatánál tudta, hogy baj van. De nem engedték meg neki. És onnan már nincs föltámadás, nincs visszajövetel. Nagyon szoktak lenni ezek a szájhősök, akik poénkodnak az ítélet nappal, illetve Jézus történetével. Hála Istennek, nekem most van egy trollom itt a YouTube csatornámon, és én hálát adok érte, mert ő megihletett, hogy ebbe a kis tanításba belerakja azt, amit neki is mondtam. Ugye ő trollkodott a hozzászólásokban, hogy tehát piszkált magyarul, hogy milyen gáz nekem, meg milyen rossz vagyok itt, hogy jaj, szegény, én szólok úgymond segítségre. Csak azért, mert én kiraktam ugye egy tanítást az élet hídját, hogy gyerekek meg kéne térni. És nagyon érdekes, hogy ő írogat ilyen marhaságokat, tehát hogy ilyen tehát ókori mitológikus mese ez az egész, meg csak a fékegyelműek riogatására való ez az egész. Tehát az ítéletnap. Na most nekem ilyenkor van egy kérdésem, hogyha ez annyira csak egy mese, akkor mi a csodát vagy a csatornámon, meg írogatsz, meg minden, hogyha csak egy mese, ha annyira nem számít, igaz? De elmondok nektek valamit. Az embereket piszkálja az ítéletnap. És azt is elmondom, hogy miért. A Bibliában azt mondja, két helyen mondja azt, hogy valamit Isten az emberek szívére írt. Oké? A Római Levél 2.15-ben azt mondja, hogy az Isten a pogányok szívére írta a törvényt. Oké? A törvénynek a cselekedeteit, a megtartását. És az ítélet napon majd lesznek ilyen érveléseik a pogányoknak, amikkel vádolják is egymást, meg magukat, meg mentegetik is majd magukat. Az emberek szívébe ott van Isten törvénye. Illetve van egy másik igehely, ez pedig a Prédikátor 3.11-ben van, hogy az Isten beleírta az örökkévalóságot az emberek szívére. Most a Károli úgy fordítja, hogy világot, meg a legtöbb magyar fordítás, hogy világot, de az eredeti héber szót az olám, ami nem csak világot jelent, hanem sokkal inkább tehát örökkévalóságot, illetve jövendőt, tehát a jövőt jelenti, hogy Isten beleírta a jövőt az emberek szívébe, hogy mi következik rájuk. És te, amikor evangelista vagy, és prédikálsz, fontos, hogy ezt a két témát kell megpendítened az embereknek. Erre fognak fölébredni a kis, úgymond Csipke Rózsika álmukból, hogy itt élik a kis háromdimenziós proton, elektron, meg neutron világban a kis életüket, és azt hiszik, hogy itt elbóckodnak, de hát mindenki tudja, hogy egy nap meg fogunk halni, igaz? És akkor aztán teljesen fölösleges volt élni, tehát bolondság volt minden, amit csináltunk. És ezt az örökké valóságot már maga a prédikátor, ugye Bölcs Salamon is megmondta, hogy tényleg ott van a szívünkben. Ő is azért írta meg azt a könyvét, már rájött, hogy kipróbálta ezt, azt, amazt, és mindig oda jutott el, hogy az egész egy nagy hiába valóság és hasztalan erőlködés, tehát semmi értelme magyarul, igaz? És az emberek nagyon jól tudják belül, hogy valami többnek kéne lennie. Tehát, hogy biztos, hogy csak ennyi az élet, hogy megszülesz gyerek vagy, tanulsz, felnősz, aztán dolgozol, bulizol, aztán a mai világban ez már nem annyira divatos, de ugye én még így gondoltam, hogy megházasodsz, és akkor lesznek gyerekeid, aztán nyugdíjba mész, kicsit kielvezed a nyugdíjadat, aztán mész a koporsóba. Tehát, hogy komolyan ennyi az egész élet, és az emberben ott van, hogy lehet, hogy valami többnek kéne lennie. Tehát vágyik az ember egy többre, hogyha van egy kis csöpp józan esze még. És ott van az Isten törvénye is, ugye ezt úgy hívjuk, hogy a lelkiismeret, tehát vádol téged, hogyha ostobaságot csinálsz. Beszéltem az egyik testvérnőmmel, és ő is elmondta, hogy mielőtt megtért, és valami gonoszságot cselekedett, ő egyszer nem értette, hogy miért csinált ezt a gonoszságot, meg hogy van-e rá valahogy bocsánat, hogy ki, tehát meg lehetne ezt oldani. Még akkor is, ha pogány volt, meg hát úgyse fogok találkozni ez az emberrel, akkor most tök mindegy, hogy gonosz vagyok vele. De valahogy később az ember rájön, hogy valami nem stimmel. Ugye már csak maga a lelkiismeret témája is ellene megy az evolúció elméletnek,
Ugye, mert hogyha az erősebb győz, akkor minek a lelkiismeret? Egyszer legyőzöd, azt kész, és ennyi volt. De nem, van egy lelkiismereted, mert te Isten képmása vagy, és belerakta a törvényét a szívedbe. Úgyhogy lesz egy ítéletnap, oké? És ezt Jézus azt mondja a János evangélium a 5. fejezetében, hogy ezt nem az atya fogja tartani, hanem maga Jézus fogja tartani. Egy olyan bírónk lesz, aki előtte meghalt értünk, azért, hogy ne kelljen elítélnie téged és engem. Mert az Isten nem gyönyörködik a bűnös ember halálában, az ítéletében, hanem ő azt akarja, hogy megtérjél és éljél, és ez parancs van neked adva, hogy térjél meg. Tehát térjél észhez. A megtérés az jelent egyfajta bűnbánatot is, hogy megszomorodsz, hogy mekkora egy dög vagy, mekkora egy szemétláda disznó vagy, aki egyszerűen bunkó vagy Istennel szemben, és ez kell az Isten kegyelme, hogy erre rágyere, hogy a nagy képernyő helyett, a beképzelt ember helyett rájöjj, hogy egy nulla hangya vagy, és Isten bármikor eltaposhatna, ha olyan kedve támadna. Hála Istennek, hogy ő türelmes. Tehát ez a megtérés, illetve van egy átgondolás, egy átértékelés része. Ez a görögben a metanoia szó, hogy átértékelt, hogy igazából tényleg teljesen hülyeség Isten ellen lázadni, meg harcolni, mert úgyse győzhetsz ellene. És a sátán ezért veszte a sátánnak a beképzeltsége, a büszkesége, mert egyszer nem hajlandó megtérni, neki nincs is megtérés. Azt hiszi, hogy legyőzheti Isten, de hát tudjuk, hogy ő csak egy teremtmény, meg a kereszte Jézus már le is győzte. Majd be is veti őt, Jézus őt is a tűztavába, hamis prófétával együtt, meg a fenevaddal. Ami az ítélet napot illeti, most még lehet, hogy sokatoknak nagy a szája, de a Jelenések könyve, azt hiszem 6. fejezetében elolvashatjátok, hogy amikor jön a bárány haragja, jön Jézus haragja, akkor a kicsik, a nagyok, a királyok, meg a szegények, meg mindenki, a nagypofájúak is azt fogják mondani, hogy a sziklák essetek ránk, essenek ránk a sziklák, és rejtsetek el minket a bárány haragja elő, mert eljött az ő nagy és félelmetes napja. És a Joel próféta is ezt mondja, hogy addig tart a jelek és csodák ideje, amíg el nem jön az Úr nagy és félelmetes napja. Ki fog majd akkor ellenállni neki? Ki? Kicsit az emberek azt képzelik, hogy a csík tolja a repülőt, vagy a nagymama teszi be a befőttöt. A befőtt teszi be a nagymamát, ugye? Meg hogy a nyúl fogja a vadászpuskát. Ugye ezt még a régi osztályfőnökön magyarázta, ezt a viccet, hogy nem a nyúl viszi a vadászpuskát. És ti emberek azt hiszitek, hogy majd kikerülhetitek az ítéletnapot, és hogy ez csak egy ilyen béna, ókori, mitológikus ijeszgetés a félkegyelműeknek. Csak az a baj, hogy amikor Jézus elé beálltok, akkor ott már nem lesz játék. Ott minden tiszta lesz. Hogyha hittél az Úr Jézusban, és bocsánatot kértél, elfogadtad az ő kereszt áldozatát, a vért, amit kifizetett Jézus a jogosan haragvó Istennek, mert az Isten az gyűlöli a gonoszokat, ott van az első sortában, el lehet olvasni, hogy a bűnösök útja a semmibe vész, és nem állnak meg az igazak gyülekezetében, a gúnyolódok, a csúfolódok. Tehát, hogy egy ilyen haragvó Isten, ugye, tehát Jézus kifizette a bűneinkét az árat, és hogyha te ezt elutasítod, igen, én egy szemét dög gonosz vagyok, és amit tönkre vágtam, azt valakinek ki kellett volna fizetnie. Ha ezt elutasítod, akkor számodra nincsen menekvés. Tehát két ember ment fel a templomba, ez Jézusnak egy példázata. Volt egy farizeus és egy vámszedő. És a farizeus az azt hitte, hogy ő egy mekkora jófej ember, hogy ő még az Istennek is mekkora nagy dolgokat csinál, meg mennyi jó dolgot cselekszik. És akkor ezt mondja egy magában, hogy fú, hálát adok Isten, hogy én milyen jó vagyok. Most röviden ez a téma. És akkor volt egy bűnös ember, egy vámszedő, egy mafiózó, egy olyan ember, akit mindenki utált, mert kicsinálta az embereket anyagilag. És fölment a jeruzsálemi templomba, most nem a katolikus templomba ment föl, hanem az izraeli templomba. Tudjátok, ott voltak az ilyen állatáldozatok. És a bűnös voltál, föl kellett menni, és akkor valami áldozatot bemutatni. És akkor ezt mondja ez a vámszedő a templomba, hogy én Istenem, irgalmaz nekem bűnösnek. És ami nagyon érdekes, itt a görög szó, amit Jézus használ, ez a Máté evangéliumban van. Ez egy olyan szó, ami azt jelenti, hogy szerez számomra engesztelést. Oké? Okay? Szerez számomra engesztelést. És ez azt jelenti,
hogy a vámszedő az tisztában volt azzal, hogy a bűn az egy adósság Isten ellen. Adósság. Tehát ha vétkezel Isten ellen, az egy adósság. És tudjátok, a vámosok, azoknak ki volt adva a kvóta a Rómából, a zsidó vámosoknak, hogy ennyi és annyi adót kell behajtani az embereken. És a vámosok nagyon jól tudták, hogy ha valaki elszegényedett, az nagyon gázba volt, és neki, mint vámosnak, kegyetlennek kellett lennie, mert a rómaiak meg ugye behajtották rajta. És lehet, hogy volt olyan sztori, hogy egy adós oda ment hozzá, hogy figyelj, szerezd már helyettem egy engesztelést, mert én ezt nem tudom kifizetni, nincs valaki, aki tudna nekem segíteni, aki az adómat valahogy ki tudná fizetni. És ez a vámos ezt mondta az Istennek, hogy figyelj Istenem, én tökre gázba vagyok, el vagyok adósodva, nem tudom kifizetni az árat. Szerez légy szíves egy engesztelést helyettem, mert gázba vagyok. És zsidóként ezt nagyon jól tudta, hogy erről szólt a templomi áldozati rendszer, hogy ha te bűnös voltál, akkor egy állatnak meg kellett halni a helyetted. Tehát vagy te haltál meg, vagy az állat. Oké? Okay? Mert megvan írva, hogy az a lélek, amelyik vétkezik, annak a vére ugye hújjon ki, tehát halljon meg magyarul. És a vérben van az engesztelés is. És Jézus volt az az eljövendő bárány áldozat, aki bemerítő János szerint itt van az Isten báránya, hogy elvigye a világ bűnét. Aki az egész világ bűnét elvigye. Tehát ki van fizetve az egész világadósság, és itt vannak ezek a hebrencs, nagypofájú bűnösök, akik itt ládadoznak Isten ellen, ahogy elfogadnák az ő szeretetét. És tehát Isten mindent megtett, hogy neked ne kelljen a pokolra menni. Oké? Okay? És megszegted az Isten törvényét, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki keresni az Istent. Mindnyájan elfajzottak valamennyien, ugye nyitott sír a torkuk, mérges kígyó az ajkuk, tehát tele vagytok káromlással, és így tovább, meg a békesség útját nem ismeritek. Ezt mondja a Biblia. Ilyenek vagyunk, alap, ez az alapbeállítottság, ez az ádámi természet. Szembe köpjük Istent. Fenékkel fordulva jöttünk ki a világra Isten ellen. Tényleg, komolyan. És Isten meg akar téged menteni, nem akarja, hogy elveszél, de ő nem egy játékmackó az Isten, oké? Okay? Tehát fő van ajánlva, hogy térjél meg, és ha megtérsz, akkor ki van fizetve az ár, a bűnbocsánat, Jézus vére kifizette az árat, és a megtérésedet azt azzal jelzed, hogy szépen bevallod a bűneidet, hogy gonosz dög vagy, és aztán ezt a személyt, aki vagy, eltemeted a vízben. Ugye Jézus azt mondta, hogy aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. És meg lehet nézni Jézus példázatait, hogy az ítélet az olyan, hogy kivágják a külső sötétségre, hogy ketté fűrészelik, hogy a gonosz szolgát, meg volt egy fickó a menyegzőn, aki nem volt rajta a menyegzői ruha. Tudjátok, ma voltunk strandon, és ugye a strandon kell belépőt fizetni, és akkor kapsz egy ilyen papír, nem tudom, minek hívják ezt, amit rá kell tenni a kezedre, és akkor oda ragasztják, és akkor azzal kibe tudsz mászkálni a strandról, igaz? Tehát kapsz egy belépőjegyet. És ha nincs belépőjegy, akkor nem mehetsz be a strandra. És az emberek annyira barmok néha, komolyan mondom, tiszta logikátlanul gondolkodnak, hogy a strandra megveszik a belépőjegyet, de majd azt hiszik, hogy majd belépő nélkül bejuthatnak, csak úgy menj be, úgy, hogy az egész életükben tehát nagyképernyősek voltak, nagyképűek. Tehát bolondság. Az ateisták azok nagyon tehát konzisztens nélküliek, tehát nincs semmi következetesség bennük. Megnézik a videókat Jézusról, és aztán elkezdenek trollkodni. De ha csak egy ócska mese, akkor minek trollkodsz? Akkor mennyi éld az életedet, mennyit a Matrixban, bóckodjál, aztán majd a halálos ágyadon, hát ha esetleg észhez térsz, ha csak a kamion hónap el nem üt, azt mész egyből a pokolba, mert lehet, hogy meg se éled azt, hogy gondolkodjál. Úgyhogy, tehát teljesen fölösleges trollkodni, ha ez csak egy ilyen ókori pogány mitológia, hogy Jézus a vérével kifizette a bűneinket. Akkor mennyi trollkodj máshol, majd aztán Jézusra leszámolsz egy nap. De ha te meg valóban az Istent keresed, ha az igazságot keresed, akkor van egy jó hírem, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztalnak. Boldogok a spirituális értelemben koldusok,
akik tudják, hogy többre van szükség, és hogy igazából teljesen üres az életük, oké, ezek boldogok, mert övék a mennyek királysága, az Isten országa. Oké? Hogyha te szeretnél Istennek élni, akkor jó helyen vagy. Akkor azt mondom neked, hogy te se végezz fél munkát, tudod, hogy Jézus se végzett fél munkát a kereszten, nem félig halt meg, hanem teljesen odaadta magát, oké? Azért adta oda magát, hogy téged megváltson a bűnből, és szabad legyél az ítélettől is. De Jézus elsősorban nem az ítélettől ment meg téged, hanem a bűntől, aminek csak a következménye az ítélettől való megmenekülés, oké? Nem az ítélettől kell elmenekülni, hanem be kell ismerned, hogy tényleg Isten ellen vagy gonosz, oké? És számold össze, hogy hányszor káromkodtál, és éppen miért pont Jézus nevét vetted a szádra. Miért nem egy másik vallás Istenét vetted a szádra? Gondolkozz el ezen. És Isten naponta 7 milliárd ember káromkodását kénytelen elhallgatni. Mégse csap le ide villámmal, bár megteheti, és majd egyszer meg is teszi. De az már késő lesz. Tehát ha meg akarsz érni, akkor vald meg a bűneidet, merítkezz alá vízbe, és vegyél Szent Szellemet. Aztán legyél Jézus tanítványa, mert ő azt mondja, hogy kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek. Oké? És nem számít, hogy ki mit fog morogni rád meg trollkodni, az a lényeg, hogy te választ, nem is azt mondom, hogy választ, hanem rendeld alá magadat Istennek, Jézusnak, mert ez a legnagyobb bölcs dolog a világon. Tehát mondom, a hangya az nem fog lázadni az én cipőm ellen, mert eltaposom. Tehát bolondság, hogyha te Istenen lázadsz. Aztán majd hamarosan jön az Antikrisztus, meg a pecsét, meg minden, és akkor már késő lesz. Nem lesz lehetőség megtérni. Úgyhogy most még itt van a lehetőség. Legyél bölcs. Van egy ilyen Zsoltár, ahol Mózes azt mondja, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, ugye Istennek mondja, hogy bölcs szívhez jussunk. És ha elkezded számlálni a napjaidat, hogy tényleg ez véges az egész, az időd, akkor eljuthatsz egy bölcsességre, hogy hát hoppá, lehet, hogy nem kéne újat húzni az Istennel. Jézus mondta, hogy ha van egy király, akinek van egy 20 000-es hadserege, és te meg egy olyan király vagy, akinek van egy 10 000-es hadsereged, akkor lehet, hogy leülsz a tanácsadóiddal, hogy átgondolt, hogy lehet, hogy követeket kéne küldeni a béke feltételekért az erősebb királynak, hogy ne legyen csetepati. És ez még egy egész jó indulatú példázat, mert Isten nem egy 20 000-es hadsereggel fog jönni ellened, hanem az egész mindenható hatalmával. Úgyhogy semmi esélyed nincs ellene. És a Biblia azt mondja, hogy a bölcsességet csak azok gyűlölik, akik a halált szeretik. És a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Ha azzal kezdett, hogy Isten szente meg gonosz vagy, akkor az már egy minimális bölcsesség. És innentől jön az az átértékelés, amit már mondtam, a metanoia, hogy hát igen, én gyenge vagyok, Isten erős, úgyhogy jobb nem balhézni vele, oké? És akkor esetleg ideje megismerned őt. És tudod, mi a legnagyobb csoda? Nem az, hogy én mondjuk ördögöket tudok űzni, meg ilyenek, nem ez a legnagyobb csoda. A legnagyobb csoda az, hogy Isten egy ilyen szemét disznónak, mint ami te vagy, meg én vagyok, nekünk felajánlotta a lehetőséget, hogy kibéküljünk. Nem kéne. Tudjátok, az Isten 100%-ig totálisan igaz, szent, dicsőséges lenne, ha ezt az egész földet úgy, ahogy van, bedobná a tűztóba. Abszolút igazságos lenne, ő nem tartozik neked semmivel. Te szekted meg az ő törvényét, te tetted tökre az ő világát, ő nem tartozik neked semmivel, nekem se. És ez a legnagyobb csoda, hogy ennek ellenére fölajánlotta azt, hogy megtérhessünk. A sátán bukott angyalainak nem ajánlotta föl, nekünk igen. Ez a legnagyobb csoda, illetve az a legnagyobb csoda, hogy amit az előző tanításban mondtam, hogy a halottak, ha most halljátok az Isten szavát, akkor föl tudtok támadni ebből a sötétségből, ebből a halálból, a bűnből, az önzésből. Úgyhogy ne késlekedj, ha úgy nézed ezt a videót, hogy Isten ellensége vagy, és minden egyes másodperccel közelebb vagy a pokolhoz, a gehennához, az örök tűzhöz, a fogcsikorgatáshoz, akkor bátorítalak, hogy húzd be a kéziféket és fordulj vissza, csinálj egy U-turn-t, fordulj meg,
Oké. Vissza Jézushoz. Van egy barátom, a Laci, már biztos ismeritek, mert a videóját kiraktam. Olyan aranyos volt, mert alig tudott pár mondatot németül, de amikor kimentünk az utcára, akkor mindig ezt a pár német mondatot mondta el, amit most magyarul idézek, de végül is össze van foglalva benne az evangélium. Ugye az egyik az, hogy térjetek meg, vissza Jézushoz, olvassátok a Bibliát, itt vannak a végidők, és minden pusztulásra van ítélve. Úgyhogy térjetek meg, vissza Jézushoz, olvassátok a Bibliát, itt vannak a végidők, és minden pusztulásra van ítélve. Voltak éppen összefoglalta az egészet. Úgyhogy van megoldás, gyertek, kövessük Jézust, szakasszátok el magatokat ettől a bűnös és parázna nemzedéktől, oké? És aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ez a jó hír. Aki pedig gonosz akar maradni, az legyen gonosz ezután, és aki förtelmes akar lenni, az legyen förtelmes ezután is. Mi nem kényszerítünk senkit. A legnagyobb marhaság az az, hogyha te ezek után még mindig az ítéletnapot választod, a saját gonoszságodat választod. Hát akkor van szabadságod arra, hogy nyugodtan menj a pokolra. Persze a nyugodtan az csak cinikusan mondom, mert nem fogsz tudni nyugodtan menni, mert parázni fogsz, és én imádkozom is, érted, aki nézed ezt a videót, hogy legyen halálfélelmed egész életedben. Mert Jézus azokat tudja megszabadítani, akik egész életükben a halálfélelem alatt rabszolgaságban voltak. Nekem is volt gyerekkoromban halálfélelem. Most már nincs. Tudom, hogy jó helyre megyek. Ez nem oroszul lett többé. Most Istennek jó napja van, vagy nincs, akkor ide megyek, vagy oda. Nem, tudom. Jézus azt mondta, hogy akik hallgatják az Isten szavát, és hisznek abban, ugye, akik hallgatják Jézus szavát, és hisznek abban, aki őt elküldte, az nem jut ítéletre, tehát jövő idő tagadása, hogy nem jut ítéletre, hanem, és most múlt időben fogja mondani, hogy hanem, már átment a halálból az életre. Tehát nem fogsz kárhozatra menni, hanem már most átmentél a halálból az életre. Oké? És igazából a halál az mindenkinél ott van, mert vagy Isten számára vagy halott, és a bűnben élsz, vagy pedig a bűn számára vagy halott, és Istennek élsz. Oké? A bemerítkezésben történik meg az, hogy a bűn számára leszel halott, és akkor Istennek élhetsz. Oké? És még van egy ilyen vicces mondás, hogy aki egyszer hal meg, ugye tudnélik a halálos ágyán, vagy elcsapja a kamion, lezuhan a repülőgép, stb. Tehát aki egyszer hal meg, azután a kétszer lesz halott, mert aztán lesz még egy második halál is, a tűztavába bedobják, hogyha nincs beírva az életkönyvébe, oké? Viszont aki kétszer halt meg, oké? Mert egyszer meghaltál magadnak most, tehát mondjuk bemerítkeztél, és megvallottad, hogy dög bűnös vagy, és Istenem, ments meg engem, oké, aktiváltad Jézus vérét, akkor meghaltál most, és majd még ugye meg fogsz halni egy nap, akkor, hogy is mondjam, akkor te rajtad nem fog hatni a második halál. Úgyhogy mutatok egy ilyen szép pocsolyát, csak ilyen azért, hogy ez legyen inkább a halálod, mert vagy a vízben halsz meg, oké, tehát bemerítkezel vízbe, vagy majd a tűzbe fog Jézus dobni. Ezt bemerítő János mondta, hogy Jézus az vagy Szent Szellemmel merít, tehát keresztel régi szóval, tehát vagy Szent Szellemben merít, vagy tűzbe merít. És ugye újonnan kell születni víztől és Szent Szellemtől. Ugye erről szólt a bemerítéses tanítás és a kézrátételes tanítás. De hadd legyen ez a zárás, és remélem, hogy a troll barátom is nézi ezt a videót és megtér, oké? Tehát én adom az arcomat, meg a nevemet is. Ne legyél gyáva, vállald fel a nevedet. Ha akarsz, akkor vitatkozzunk egy jót. De az a lényeg, hogy ne ostoba legyél, ne hitetlen legyél, mint a Tamás volt hitetlen, hanem legyél hívő. Ha nagyon-nagyon szükséged van rá, akkor szólítsd meg az Istent, és kérd tőle egy jelet, de legyél alázatos. Ne bunkó, ne pökhendi, ne főfúvalkodott, hanem Istenem, ha létezzel, akkor mutasd meg magad, és akkor szeretnélek megismerni. Én is így indultam el, szerintem sokan mások is így indultak el, mert mondom, az örökké valóság oda van írva a szívedre. Oda van írva a szívedre.
és bóckodhatsz így 70-80 évet, vagy amíg elcsap a teherautó, de sok értelme nincsen. Úgyhogy legyen ez a zárszó, térjetek meg, mert itt van az Isten országa, higgyetek az evangéliumban. Váradi Attila vagyok, Isten országából, sziasztok!